Az orvos válaszol, köszöntöm nézőinket, vendégünk Szabó Szilvia gyógytornász és állandó segítőnk, Tambea. Egy nagyon érdekes dologról fogunk ma hallani, egyelőre nyelvileg kell megküzdeni vele. Cisztás fibrózis, fizioterápiája ez a mai témánk, hát én gondolom, hogy sokan értetlenkedve néznek, de meg fogjuk tudni, hogy pontosan miről is van szó. A cisztás fibrózis egy veleszületett, genetikailag meghatározott anyagcsere megbetegedés tulajdonképpen. Nem túl gyakori, 4000 csecsemőből egy vagy kettő betegszik meg. Jellemzője az, hogy ez egy recesszíven öröklődő megbetegedés, tehát két hibás génallélt kell örökölni a szülőktől. Egyébként ez 4-5%-ban fordul elő, tehát viszonylag nagy a valószínűsége, ez persze viszonylagosság, tehát a genetikai betegségek fogalmában, hogy összeakadjon két beteg allél, és akkor egy beteg gyermek szülessen. Itt tulajdonképpen nagyon banális kis dologban van egy pici kis transzmembrán fehérje, tehát a sejtmembránban egy olyan kis fehérje, amely a klór és a víz áramoltatásáért felelős. És ez károsodik különféle mértékben, 600 féle mutációt különböztetünk meg, tehát nagyon széles a genetikai skála, és azzal jár, hogy kevés víz kerül bele a testváladékokba, ebből következően ez egy sűrű, tapadós nyár lesz. Hol jelent ez problémát? Tüdőben, ahol a léghojagok felszínét kell mindig bevonni. Problémát jelent ez a hasnyálmirigyben, ahol az emésztőenzimeknek kellene kifolnia, de gyakorlatilag ez a vízhiány miatt oda is dugók képződnek, fel maga az egész emésztés károsodik ennek megfelelően, maga a székletürítés. Tehát el lehet gondolni, hogy az út menne, hogy tulajdonképpen milyen problémák, milyen tünetek alakulnak ki. És az egész kis csecsemőkorban már problémát okozhat, legelőször a bélben, hogy nem tud székelni, besül a széklet. Tehát tulajdonképpen ez az első, amit észrevehet a szülő, hogy... Igen, ez már gyakran a kórházban. A pelusban. Ez már a kórházban kiderül, hiszen az első széklet is egy tapadós, nehezen ürülő, úgynevezett mekóniumos széklet. A csecsemőkor második felében jönnek a tüdő problémák, amikor is légzési nehezítettsége van a gyermeknek, nem tudja kiköhögni ezt a váladékot, egy fokozott ellenállásnak kell dolgoznia, fokozott izommunkát igényel ez a részéről, maga a légzés, ami tulajdonképpen nélkülözhetetlen, megnövekszik a légzésszám, különféle fertőzések alakulhatnak, hiszen nem szellőzik úgy a tüdő, elfáradnak a gyermekek a légzésbe. Ez fokozott anyagcserét igényel, ami nem is biztosítódik, hiszen az emésztőrendszerből nem szívódnak fel a tápanyagok, a hiányos emésztés miatt is a hasnyálmirigy enzimei nem kerülnek ki. És ez egy ilyen ördögi körként tulajdonképpen egy általános leromláshoz vezethet, bármi vagy különféle fokozaté van, ez mondjuk a legsúlyosabb. Vannak ennél jóval enyhébb esetek is. Mit tett az orvostudomány? Mivel ez egy genetikailag meghatározott betegség, tünetek kezelésére kell, hogy szorítkozzon, fertőzések kezelése, nyákoldás, különféle inhalációkkal, emésztés segítő kapszulák segítségével, mondjuk krónikus hasnyálmirigyoldásban is szednek az emberek, az idősebbek már gyerekekben ezt adjuk. És hát tulajdonképpen ez az adásnak a lényege, egy olyan kiegészítő, de mégis egy alapvető terápiátról beszélhessünk, ez pedig a fizioterápia, aminélkül nem kezelhető a cisztás fibrózis. Mielőtt rátérnénk azonban a fizioterápiára, egyetlen egy kérdést szeretnénk még föltenni, ez a betegség végig kíséri az egyén egész életét? Ez így igaz. Akkor tehát gondolom én, hogy itt a gyógytornának óriási szerepe van. Mit tehet a gyógytornász? Nagyon fontos, hogy minél korábban diagnosztizálják ezt a betegséget, minél pontosabban és minél korábban elindítsák magát a gyógytornát, illetve a mellkasi fizioterápiát. Ez egy elég összetett dolog. A lényege az, hogy minél több váladékot tudjunk kihozni a tüdőből, hiszen itt ezek a nyákdugók jelentik a legnagyobb problémát, ami később ilyen atelektáziás, emfizémás állapotokat, tehát a tüdőnek a légtelenségét hozzák létre. És a mellkasi fizioterápiának ez a célja, hogy ezeket az obstrukciókat, tehát ezeket az elzáródásokat csökkentsük. Ennek részei az inhaláció, illetve az inhalálás, aminek során hörgőtágítókat adhatunk, bronhodilatátorokat, tehát a tüdő bronhusoknak a tágítására szolgáló készítményeket, antibiotikumokat, illetve steroidokat. Emellett fontos, hogy a légúti tisztítás, ezeket különböző technikákkal oldjuk meg, ez a gyógytornának a keretébe tartozik. Különböző pozíciókba lehet hozni már magát az újszülöttet is, illetve milyen a pozíciók jók erre, hogy kérjemet tisztuljon? Leggyakrabban, viszintes helyzet,
be, megemelt fejjel, aztán lehet lefelé süllyesztett 30-45 fokban emelt lábrésszel az ágyon fektetni a gyermekeket, illetve még lehet megemelt fej, illetve mellkasi áttámasszal emelni az ágyat, és akkor egy szabad, relaxált helyzetbe kerül a tüdő ilyenkor. Könnyebb lesz azáltal a légzésük? Tehát, mert ez elég nagy munka, mindenhoz, hogy ellenállás le kell győzni. A fekvőhelyi testhelyzet tehermentesíti mondjuk az álló testhelyzethez képest? Mindenképpen. Tehát az mennyire a... nagy a szülő felelőssége itt? Tehát mennyire kell az ilyen betegségben szenvedő csecsemőre odafigyelni, vagy éppen ezekről a testhelyzetekről gondoskodni? Tehát én nem akarom túl dramatizálni a helyzetet, de mondjuk, ha ezt elkerüljük, akkor meg is halhat a csecsemő, bele is halhat ebbe a betegségbe? Igen. Tehát ez egy komplex betegség, és mindenképpen, tehát a gyógyszerek, amiket felsorolt a kollégina, mindenképpen fontosak, de gyógytalan nélkül véleményem szerint nem kezelhető korrektan. Tehát valószínűleg a szülőnek ezeket meg kell tanulni, ezeket a technikákat. Nem csak a fektetés, hanem mást is. Mik ezek a mások? És mi van még a gyógytornában? Hát a mellkas kloffolása, ami egy ilyen kúpos tenyérrel történik, ez alá kerül egy besűrített levegő, és ez segíti például a váladéknak a kiütögetését, ezt a mellkasnak, illetve a hátnak a felszínén lehet csinálni, így újszülötteknél, mivel ez egy nagyon nagy erő, ez a kúpos tenyérre való ütögetés, ezért így az ujjakkal lehet végig ütögetni a hát, illetve a mellkas felszínét, és akkor ez elindítja a váladék, először leszakad, és aztán elkerül a nagyobb légutakba, és onnan könnyebben ki lehet már köhögni. Milyen gyakran kell ezt csinálni? Egy nap hányszor? Hát kétszer minimum, és mondjuk az állapot súlyosságától függően ez lehet naponta 3-4 alkalom is. Az inhalálás is, meg a hozzátartozó mellkas ütögetés. Milyen más technika lehet még, amit alkalmazni lehet, mint segíteni ezt a betegséget? Segíteni tudunk még a gyerekeknek egy KS pipával, ez más néven flutter, ami ellenállást ad a kilélegzett levegőre, és ez is segíti anyáknak a leszakadását, illetve a nagyobb légutak felé való sodródását, és ezt inkább nagyobb gyerekeknél, tehát ilyen 5 éves kortól már el lehet kezdeni tanítani a használatára, mert kisebb gyerekeknél inkább maszkot szoktunk alkalmazni, PEP maszkot. Ezeken különböző ellenállások vannak, ellenállású lyukacskák vannak, és akkor ezeken a lyukakon keresztül lehet szabályozni a mellkas nyomását. Hány ilyen gyermekkel foglalkoztatok mostanában, illetve hány ilyen gondozó gyermeketek van? Hát egyelőre egy, akit szexádi, és ő jár oda most már több éve, 99. december óta, illetve volt egy-egy felbukkanó gyermek, ők ilyen 5, illetve 4 éves korukban találkoztam velük, ők most nem járnak, illetve volt egy 27 éves felnőtt lány, akinek a váladékürítésében segítenem kellett. Ez talán azért van, mert tényleg nem olyan gyakori a betegség, vagy ezt inkább centrumban kezelik, tehát inkább elmennek mondjuk Pécsre a betegek. Inkább az a jó, hogy centrumban kezelik a gyerekeket, illetve a felnőtteket. Ezt a technikát ezt külön kellett megtanulnod? Tehát külön van erre képzés, vagy ez úgy beletartozik az általános gyógytornász képzésbe? Beletartozik az általános gyógytornász képzésbe, de mivel a főiskola óta eltelt bizonyos idő, muszáj volt felfrissíteni, és akkor ezt egy direkt ilyen központba, centrumba sikerült elsajátítani. Tehát gyakorlatilag a cisztás fibrózisban, vagy mukoviszcidózisban szenvedő gyermekek és azok szülei bátran kereshetnek téged, mert a technikák megtanulhatók. Igen. Könnyen el lehet egyébként sajátítani? Tehát a szülőknek mondhatni egyszerű. Ebben az esetben már ugye eleve nem egyszerű, de egyszerű dolga van a tekintetben, hogy megtanulja alkalmazni a technikákat, illetve egyszerűen megtanítani a gyereket együtt élni ezzel. A fegyelem a nehéz benne, és a kitartás, az, hogy naponként kell gyakorolni, naponként kell csinálni legalább kétszer, és egész életen át. A szülő feladata az elsősorban az első 10-12 év. Tehát a gyerek kamaszkorára már önállóan megtanulhatja. Maga a technika könnyen megtanulható, és könnyen megtanítható a szülőknek is. Hát gyakorolni kell. A
légúti nehézségek és a légúti problémák legyőzése mellett mondjuk vannak technikák a hasi panaszok legyőzésére, és gondolok itt arra, hogy ez a besültebb váladék, ez a besültebb széklet, ez az emésztetlen széklet sokszor nehezen ürül ki. Van erre esetleg valami segítő technika? Hát mindenképpen a testmozgás, tehát egy megfelelő fizikai terhelésnek ki kell tenni ezeket a gyerekeket. Egyrészt a jobb tüdőállapot miatt is, meg másrészt azért, hogy ezek a dolgok ne súlyosbítsák a betegséget, amit az előbb te említettél. Úgyhogy a naponkénti testmozgás az egy fontos dolog, akár a hasizom erősítés, hátizom erősítés, futás, ugrálás, tehát mind-mind, ami ilyen aerob edzést jelent. Az orvostudomány egyébként mennyire fejlett a betegség területén? Tehát az azért, hogy már ugye a fizioterápia is ilyen szinten mozog, és hogy tulajdonképpen a technikák alkalmazhatók, és hát mindenki számára elérhetők, akár centrumban, vagy akár jelen esetben a megyei kórházban. Ez már nekem, mint abszolút laikusnak egy megnyugtató jel. Mindenképpen előrelépés van, hiszen gondoljunk, hogy a genetikai kutatások tették lehetővé az, hogy felismerték egyáltalán a betegségnek a pontos okát. Az, hogy kiderült, hogy ez egy recesszív betegség, aminek 600 mutációja van, több mint 600, azt mutatja, hogy lehet számolni a felbukkanással, lehet családfa vizsgálatokat tervezni, lehet mondani, mire várhat mondjuk a cisztás fibrózis gyermek utódja, bár nagyon gyakran mondjuk fiúknál sterilitás van, és a nők is kevésbé fertilisek, akik megélik a felnőttkor, bár mondjuk ez nem általánosság, itt a különféle súlyossági fokozatok között különbséget kell tenni. Mindenképpen van előrelépés, hiszen egyre korszerűbbek a készítmények, mindazok, amelyek a hörgők kitágulását eredményezik, és a nyáknak az oldását, emellett az immunrendszer erősítésével is foglalkoznak. Nagyon speciális eljárás az, hogy úgy kezdte elképzelni, hogy tüdőben nem képződik elég nyákos sikosító anyag, mert dugók képződnek, amiket ki kellene köhögni, át kellene lélegezni. Ebben elfáradhat a gyermek, könnyebben visszamaradnak, fertőzések, nem tud kiköhögni, felülfertőződnek, és ezek okozzák a súlyosabb komplikációkat. A fertőzés önmaga, mint egy tüdőgyulladásként zajlik. És így visszatért tüdőgyulladás, hát mindenkit megviselhet, még egy gyermeket. És például lehet ilyen belélegezni olyan DNS hasító készítményeket, amelyek a fehérvérsejtekben hasítják azokat az anyagokat, amelyek tulajdonképpen még súlyosbítanák a betegséget, könnyebb kiköhögni. Tehát ez is már ez egyfajta technikai előrelépés. Tehát rengeteg tüneti szer van, ami az emésztést is segíti. Azzal nehéz talán inkább megbarátkozni, hogy ez egy genetikai megbetegedés, tehát igazából oki kezelése nincsen jelen pillanatban. Vélhetően nagyon nagy számú mutáció van, nem is lesz neki oki kezelése, azonban tünetileg egyre több mindennel tudunk segíteni, és biztos vagyok benne, hogy az, hogy a gyógyszerekkel egyre jobb állapotban lehet hozni a gyermekeket, teszi meg az alapját a fizioterápiának, és hiszen egy nagyon beteg, nagyon elesett gyermekkel nagyon nehéz együtt dolgozni. Tehát valamilyen szempontból elő kell készíteni, de úgy lesz csak teljes, hogy együtt. De még hozzá erről az is, hogy megfelelő táplálékot fogyasszon, kiegészítőkkel, vitaminokkal, zsírban oldódó vitamint kell adni, speciális olajsav származékokat. Rengeteg olyan járulékos tényező van, ami mondjuk a diétás része, ami elősegít egy jó tápláltsági, a lehetőségekhez képest jó tápláltsági állapot legyen, hiszen ez kell az energia, hogy lélegezzen, hogy átlélegezze tüdejét, hogy csinálja a tornát, és foglalkozzon ezzel. Tehát ez egy rendkívül komplex megbetegedés, vélhetőleg ezért is van az, hogy centrumokba kezeli, mert hál' Istennek egyre több gyerekgyászati szempontból kisebb centrum is alkalmas lesz a kezelésükre. Az életminőség az tulajdonképpen, hogyha minden eset optimális, akkor mondhatni, hogy egész életre javítható, vagy sajnos ez a betegség mondjuk bekorlátozza az életet, és a halálozás az nem tudom, bekövetkezik előbb, mert nem bírja a szervezet, vagy előbb elfárad a szervezet. Tehát ez attól függ, hogy mennyire súlyos, mennyire teljes ennek a kis csatornáskának a hibája. Egy teljes, maximális blokknál érthető okokból, mindent elmondtuk, sokkal nagyobb a szövődmény, sokkal korábban vezet a szervezet kimerüléséhez és alához. Vélhetőleg a 27 éves páciensnek sokkal jobbak voltak a feltételei, hogy ilyen jó életminősége meg lehetne. Bár erre igazából nem tudok nyilatkozni, éppen ezért, hiszen mi nem kezeljük, tehát jobbára csak az elmélettel ismerkedtem, és az elméletet tudom mondani. Talán érdemes van kérdezni, milyen volt ennek a felnőtt lánynak az életminősége. Hát jó, mindenképpen jó. Tehát jó szociális helyzet is, illetve hát odafigyelés saját magára.
Tehát jó volt az életvezetése. Tehát ezt kb. Úgy kell kezdeni egy gyermekkori cukorbetegséget, hogyha adottak a feltételek, és nem olyan nagyfokú súlyossággal kell szembenézni, akkor a technikák megtanításával, a gyógyszerek rendszeres szedésével, illetve rendszeres orvosi és fizioterápiás kontrollal egyfajta jó életminőség beállítható. Pontosan ugyanúgy gondolom, mint egy cukorbetegnél, az szintén különféle súlyossági fokok vannak, és egy fenntartása, de az egész életét végig fogja kísérni, tehát biztos, hogy kell egyfajta fegyelem, mint ahogyan a Jutornász kolléganő is mondta, azzal, hogy mindig csinálni ezeket a gyakorlatokat, és mindig odafigyelni az embernek. Sokszor ez a nehéz, ez a kitartás, tehát főleg serdülőkorban, amikor lázad az ember, és lázad ez ellen, és szerintem ezek a legnehezebb problémák, a pszichés vezetés. És ezért is jó mondjuk a fizioterápia, hiszen egy orvos-beteg kapcsolat egészen más, mint egy gyógytornász-beteg-gyermek kapcsolat. Mit lehetne mondani erről a kapcsolatról? Tájékozottak vagyunk minden iskolai és egyéb óvodai élményekről. A családdal kapcsolatos történésekről. Illetve amikor egy-egy táborba eljut például ez a fiú, akkor elmeséli az ottani élményeit, tehát azért úgy betekintést engednek az életébe. Ez akár lehet már egy ilyen baráti kapcsolatnak is mondható, hogy... Bocsánat. Igen, én úgy érzem, hogy ez legtöbbször kialakul azért ott a tornaterembe. Mennyire fogadja el ez a gyermek az ő betegségét, és mennyire tud másokkal kommunikálni, tehát hogy éli meg azt, hogy ő más, mint a többi? Szoktatok erről is beszélgetni? Ez egy nagyon kényes terület. Nagyon nehéz megnyitni ezen a téren a gyerekeket, mert nagyon sok gátlás van belül, tehát már maga az, hogy gyógyszert kell vinni az iskolába, és be kell venni, az már eleve problémát jelent, és oda kell figyelni arra, hogy ezeket a gyerekeket el kell fogadni, tehát az iskolatársaknak is be kell fogadniuk maguk közé, mert ezzel együtt lehet élni, és ugyanolyan életminőség várható el az ő részükre is, tehát jól tanulnak, sportolnak, dolgoznak, tanulni mennek, ezek mind-mind hozzátartoznak az ő életükhöz is. Amikor egy gyermekkel rendszeresen foglalkozol, akkor milyen gyakran kell visszajönni, és miért kell visszajárni hozzád? A rendszeresség az az ellenőrzés miatt van, tehát hogy megfelelően csinálja például az inhalálást, akkor szoktunk kondíciót javítani, tehát ilyen terhelést csinálunk a gyermekkel, akár kerékpáros terhelést, akár ilyen izomerősítést, vagy az izmoknak, a kontraktúrás izmoknak a nyújtását. És ez ilyen heti egyszeri alkalmat jelent. Tehát úgy tudunk találkozni. Lehetne többet is. Tehát ehhez akkor olyan irányúnak kéne lenni a magának az ellátásnak. Ritkulhat-e majd az idő előre haladtával ezek az ellenőrzések gyakoriságai? Egy fegyelmezett életvitellel, igen. Tehát akkor elképzelhető az, hogy mondjuk felnőtt korára az egyén ki tud alakítani egy olyan életvitelt, amikor már nem is szükségleltetik a gyógytornász felügyelete, és elég csak mondjuk az orvosi kontroll. Egyáltalán kell-e a gyógytornásszal ilyen a kapcsolat, és a gyógytornász felügyeli mellette az orvoshoz fordulni? Hát gondolom már a gyógyszerhez jutás az mindenképpen elengedhetetlen az orvosi találkozáshoz, de ez milyen szükségszerű, illetve milyen gyakorisággal szükségszerű? Nem lehet teljesen mentesíteni a gyógytornásszal való kapcsolatot, mert különböző állapotok vannak, különbözők a progressziók is, és mindig ennek megfelelően kell az egyénre orientálni a kezelést, és nem lehet teljesen elszakadni a fizioterápiától. Tehát szükséges az ellenőrzés. Ez azt jelenti, Szilvi, hogy elképzelhető az, hogy egyik esetben sokkal kevesebb, akár inhalálásra, akár a magunkon elvégzett technikára van szükség, aztán jön egy időszak, és ez felfokozódik. Igen. És ez mitől függ? Ez egyszerűen jön, nem lehet megmagyarázni, hogy mitől van rosszabbodás, vagy mitől van javulás. Tehát lehet egy kórokozó, ami esetleg a romlást okozza, lehet egy éppen az adott életkörülmény, vagy egy olyan életritmus, ami hirtelen megváltozik. Úgyhogy ezt kiszámolni sem lehet előre. Tehát ez teljesen egyéntől függ, hogy ki milyen állapotba kerül. Neked, mint gyógytornásznak, mi a jövőképed
ezen a területen, vagy egyáltalán mit gondolsz, hogy ugye a különböző fejlődések, a tudomány fejlődése mit eredményezhet számotokra, vagy éppen mi az, ami neked itt akár a helyi szinten a munkádat mindenképpen nagy mértékben megkönnyíteni, és ezáltal ugye segíteni a betegeket? Hát mindenképpen több idő a velük való foglalkozásra, és ami reményteljes számomra az, hogy már Magyarországon is van tüdőoperát, tüdőtranszplantát, CFS, kettőről tudok. Őket Bécsben műtötték, mert csak ott végzik ma még ezt a műtétet, és ők nagyon jó állapotban vannak. Tehát jelentős a túlélés a tüdőoperát, tüdőtranszplantált betegeknél, és hát mindenképpen az, hogy minél hosszabb és minél jobb életminőséget biztosítani ezeknek a gyerekeknek, illetve felnőtteknek. Be a orvosi szemmel a transzplantáció lehetősége mit mutat egyáltalán? Ez ugye ez a lehetőség, hogy ezen betegeknek is mondjuk itt Magyarországon ne kelljen külföldre menni, lehessen ez egy megoldás? A transzplantáció az eléggé kényes kérdés. Több problematika merül fel ezzel kapcsolatban, hiszen legtöbben a transzplantált egyedek és mondjuk gyermekek, tehát gyermekkori transzplantáció, és hát kevés a gyermekdonor. Eleve a donor kevés, aki a szervét felajánlaná transzplantációs célokra, gyermekek esetében ez pedig még nehezebb. Mondjuk vélhetőleg azért ezek az egyetlen felnőttkori transzplantációk, nem tudok pontosabb adatot, de mindenképpen az a legnagyobb probléma, hogy nincsen elég donor. Magyarországon a tüdő átültetés problematikája még az, hogy nincsen szakember, aki, tehát képzettek a magyarok májtranszplantációra, besetranszplantáció, szívet transzplantáltak, de mondjuk a tüdőt az a műtét technikailag vélhetőleg bonyolultabb, illetve még nincsek megtartó, de lehet, hogy már van, csak én mondjuk még nem tudok róla. Tehát ilyen személyi és tárgyi feltételei vannak, úgyhogy tüdő esetében tárgyról lehet beszélni. Tulajdonképpen ezek a határok, de ezek már társadalmi problémák. Az emberek gondolkodás módját kellene meghatározni, hiszen egy cisztás fibrózisban szenvedő beteg nem tehet róla, hogy ilyen beteg, tehát nem elitta a máját, mondjuk, tehát nem úgy megszerezte a tüdőben a károsodást, mondjuk eldohányozta, tételezzük föl, hanem beleszületetten károsodott, tehát mindenképpen joga van idézőjelesen ahhoz, hogy egy egészséges szervet kapjon. Probléma az az, hogy kevés ember gondolja ezt így, aki adhatna szervet. És sajnos a magyar egészségügyi kultúra nem a felé halad, hogy ez elfogadott legyen, és a médiának lehet ebben jó szerepe is, elősegítő szerepe, de sokszor hátráltató szerepe is. Tehát a leginkább a transzplantációk és a tüdőtranszplantáció is ezen áll vagy bukik. Értem. Utaltál te is itt az eszközpark kérdésére. Én most Szilvit kérdezném, hogy jelen esetben mit jelentenek az eszközök ebben a gyógyításban, vagy ebben a szintfenntartásban? Tehát milyen eszközöket használsz te a munkád során egyáltalán? A begyakorlott testi technikákon kívül van-e szükség valamire? Igen. Inhalátorra. Ez lehet, hogy kompresszoros vagy ultrahangos. Mindegyiknek van előnye is, meg mindegyiknek van hátránya is. Az ultrahangos talán a legprecízebb, ami szétoszlatja a gyógyszer, csak ezek könnyen elromlanak. Akkor ez a KS pipa, amit már említettem, ez egy nagyon olcsó dolog, és könnyen beszerezhető, gyógyszertárban megvásárolható, és ez egy ilyen alapfelszerelés, tehát ugyanúgy, mint az embernél a fogkefe. A másik a pepszelep, ami viszont egy nagyon költséges dolog, és nem mindenki engedheti meg magának. Egy pozitív expektorációs nyomás lehet létrehozni ennek az eszköznek a segítségével. Ez van maszk, csutora és cső formájában, és ezeket is lehet használni gyerekeknél is, felnőtteknél is, de ezt nehéz beszerezni. És hát mellette még a gyógyszerek, amik úgy szükségesek mindenképpen. Illetve hát a sportoláshoz szükséges eszközök. Ezt a KS-pipát lehet más betegség típusban is használni, ez az, hogy gyógyszertárban beszerezhető. Milyen esetekben lehet még használni ezt a pipát? Hát csak tüdő problémával rendelkező gyerekek, illetve felnőttek használják. Tehát ez direkt ennek a kitalálására született.
Tehát amikor nem tudják az emberek kiköhögni. Igen. Tehát akár még egy ötlet is lehet olyan esetekben, ahol problémát jelent a váladék kiköhögése, felköhögése, hogy ezzel lehet segíteni. Hát összességében nem tudom, hogy mivel lehetne zárni ezt a beszélgetést. Az biztos, hogy én egy teljesen új dologról hallottam, és én csak egy rövid választ várok tulajdonképpen a beszélgetés végén, hogy optimisták lehetünk-e betegséget tekintve is ezek szerint. A kérdés nehéz, hiszen genetikailag meghatározott betegség. Jó, illetve közepes konstelláció esetén, amikor talán nem is olyan súlyosak a tünetek, viszonylag működnek ezek a kis csatornáskák, akkor a fennálló gyógyszerek és az elérhető fizioterápiák gyógytorna hatására el lehet érni jó általánosságot. Más esetekben pedig nem lehetünk optimisták, amikor mondjuk egy súlyosabb károsodással állunk szembe. Mindig az a lényeg, hogy az egyént kell nézni. Tehát ez nem egy könyvből megtanulható betegség. Egyéni reakciók vannak, egyéni súlyosság, és mindenkit egyéniségében kell kezelni, hogyha ilyen beteggel állunk szemben. Szilvia? Hát én is ehhez tudok csak csatlakozni. Tehát akkor ehhez igen? Illetve hát reményteljes ez a génterápia, hogyha a jó célokra használják, és tényleg megfelelő módszereket dolgoznak ki. Hát én ehhez csak jó munkát tudok kívánni, természetesen ahhoz a részre, ami hozzád, vagy mondhatom, hogy hozzátok tartozik. A nézőknek megköszönöm a figyelmet, tartsanak velünk a legközelebb, és viszontlátásra!